Sziasztok srácok, ismét Nakos jelentkezik, hogy ígértem, haladunk tovább a vízfűtő blokkok és a vízfűtő cuccoknak a kicsomagolásával, megnézzük, hogy milyenek. Úgyhogy már megcsináltunk egy párat, ugye a GPU blokk kim van, megvan a tartály, megvan a pumpa, legalábbis az egyik pumpa. Következő az a CPU hűtő blokk lesz, úgyhogy méghozzá, hogy nézzétek, ez az LK Supremacy Nickel Plexi tulajdonképpen változat. Hát a dobozon sok minden extra info nincs, hát most milyen info lehetne magáról. Hát ez is G1/4-es csatlakozás, ugye az a átlagos, általában mindenki által használt. Úgyhogy, és ugye azt írják, hogy made of high quality materials, és benne vannak a csavarok és az egyéb kiegészítők. Úgyhogy gyorsan bontjuk is, megnézzük, hogy néz ki. Ugye ez is egy átlátszó lesz, mert ugye plexi. Hogy nézzük meg. Első kör, második. Ugye itt vannak a csavarok, a lefogatók, a rugó. Ugye a megszokott dolgok, amire egy vízfűtőblokknál mindig szükség van. AMD-hez leírás, ugye, az nem árt sose. Ugye mutatja, hogy hogy néz ki maga a blokk. Felső rész, alsó rész, ugye ez a szerelő rész, és a lefogató rész, és ugye az alsó, a hűtő rész, ahol ugye van a copper base, a copper bázis, ugye az tulajdonképpen a rész, ahol a leginkább a hűtés ugye történik majd. Ugye az AMD szerelés, itt írja, hogy AMD esetén így kell szerelni, nem ez az izgalmas nekünk ugye Intelünk van, és azon belül is a 2011. Ugye itt mutatja a processzort, ha már betettük, akkor szépen kenjük rá a kenőcsöt, a bakokat rá kell csavarozni, és ugye a 2011-es nem kell bűvészkedni hátlappal, mert ugye van közvetlenül az alaplapon. Ez a keret, amiben csak a bakokat bele kell csavarozni, rá a blokk, és utána rá a leszorító rugó, illetve a csavar. És látjátok, a középső lukba megy befele a víz, a szélsőből jön kifele a víz. Tehát majd erre oda kell figyelni, hogy jó legyen az irány. Jó, tehát akkor nézzük meg magát a blokkot. Gyorsan. Nagyon rendesek voltak, tettek be hűtőpasztát is. Méghozzá valami EK saját márka, nagyon profi. Hát és ilyen a blokk. Ilyen a blokk. Nem olyan csúnya egyébként. Hát ugye a karikáktól én egy kicsit úgy fáztam, hogy nem lesz annyira jó ezekkel a karikás marhaságokkal. Nem tudom miért erőltetik, de nem olyan rossz, úgyhogy ilyen maga a blokk így fólián keresztül. És kinyitjuk, mert úgyis fölrakjuk. Úgyhogy egy pillanat. És megnézzük, hogy mit látunk. Ugye a fóliából kivéve ilyen a cucc. Különböző szögből. Ugye az alját most ezt nem hozom le, majd amikor fölrakjuk. És be lehet látni. Lessetek csak be. Nagyon profi. Szépen megcsinálták a fiúk. Na és akkor itt megy be a víz. Bocsánat. Itt megy be a víz, és itt fog kijönni a víz. És egyre visszadobom a fóliát, visszadobom a fóliába, kis zacsiba. Úgyhogy hamarosan úgyis kezdjük a szerelést, úgyhogy akkor közösen megcsináljuk. Látni fogjátok pontosan, hogy milyen a cucc. Ezeket valahogy így megpróbálom visszarakni. Ha sikerül, aztán haladunk tovább. Ez az AMD lefogató, ez egy kicsit itt bekevert most nekünk. De most már meg is van. Úgyhogy köszi a figyelmet, folytatjuk a szerintem következő lépésben a... Nem is ez, hanem ezt fogjuk kibontani, ami az alaplapnak a chipsetje, ugye a
Rampage Extreme 4-hez kapcsolódó, és egy pillanat mindjárt jelentkezem. Köszi!